Klasszikus és kevésbé ismert különleges fánkok kerültek terítékre a Kemencéshez fánkavalkád elnevezésű rendezvényén. Az érdeklődők nem csak megkóstolhatták a mutatós finomságokat, aktívan is kivehették a részüket az elkészítésükben. A gyerekek az asztalt körbeállva nyújtották és formázták a tésztát. Csöröge, szalagos, képviselő és egy különlegesség, nagyboldogi rózsafán kisült a konyhában, melyet ezzel a speciális vasütővel készítenek. A rendezvényt a Nők a Központban című Európai Uniós projekt háztartástan fejlesztés elnevezésű programjának részeként szervezték meg, melynek lényege, hogy a nagymamák átadják a tudásukat az anyukáknak, unokáknak. Az apukák is megjelentek a délelőtt folyamán, akik a zsűri szerepét vállalták. A Kemence Egyesület kiemelt célja a hagyományok őrzése és a gasztrokultúra megteremtése Komáromban, hogy minél többen tanulják meg a hagyományos ételek elkészítését hagyományos alapanyagokból. Ebben a rohanó világban nem kell mindent megvásárolni a boltba, hogyha ezt így megtanulják és kedvet kapnak hozzá, akkor pikpak egy vasárnapi desszertet vagy egy hétköznapi vacsorát is el lehet készíteni. Ez az kell, hogy ezt a tudást beszívják, ehhez kedvet kapjanak, és nagyon fontos, nem győzzük azt hangsúlyozni, hogy a családnak egy összetartó ereje az, amikor belép valaki az otthonba, és ott egy ilyen otthon illatot kap. Tehát amikor a sült kenyér illatára megyünk haza, vagy egy finom péksütemény illatára, akkor már az a családnak teljesen más a hangulata, teljesen más az összetartozása, az összekovácsolása. Nekünk ez egy nagyon alap célkitűzésünk itt az Egyesület alakulásakor, amit elhatároztunk. Az ilyen jó hangulatú közösségépítő rendezvények iránt egyre többen érdeklődnek. Minden alkalommal találkoznak új arcokkal, de sok a visszatérő is. Télen most itt a házban azért egy 15-20 főnél többen nem férünk el. Azonban ugye az idei fejlesztéseknek köszönhetően jövőre már nagyobb csoportokat is, illetve bízunk benne, hogy már a karácsonyi gasztroklubnak a rendezvényeire nagyobb csoportokat is tudunk fogadni, mert nagyon nagy az idény. Itt egy idő után le kell zárnunk a regisztrációt, hogy most sajnos ennyien fértek bele a csoportba. De bízunk benne, hogy mindenkinek a jelentkezését ki tudjuk elégíteni már a 2020-as év végétől. Közben a konyhában előkerült a homoktövis, szőlő és sárga baracklekvár a fánkok ízesítéséhez. Miután a gyerekek által formázott tésztákat kisütötték, következhetett a jól megérdemelt kóstolás. Kóstolja, mindenki törjön belőle, hogy mindenkinek jusson, sütjük sorba, jó? Na, kóstoljátok! A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a munkában. Tóth Eszter Zsuzsanna először járt ezen a rendezvényen. Nekem azt tetszik ebben az egészben, hogy elleshetjük az idősebb korosztályoktól az apró kis fortélyokat. Minden apróságot, amit ők használtak még, mikor ők ilyen kicsik voltak. Milyen fánkokat készített? Én a csöröge fánkban segítettem, de hallottam, hogy valamilyen rózsafánkot, meg szalagfánkot is csinálnak. És otthon is szoktatok fánkot készíteni a család? Igen, szoktunk. Igazából mi is csőrögefánkot szoktunk, meg néha szalagfánkot szoktunk csinálni. Neked melyik a kedvenced? Nekem a csöröge. A Kemence Egyesület rendszeresen dolgozik együtt civil szervezetekkel. Szoros együttműködést alakítottak ki az évek során. Ezt mutatja például, hogy a fánkavalkádra a nagymamák a nőklubból érkeztek.